Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Misével és kulturális műsorral emlékeztek meg a felvidéki magyarok kitelepítéséről Bonyhádon. A felvidékiek találkozója idén rendhagyóra sikeredett. 72 évvel ezelőtt 76 ezer felvidéki magyarnak kellett elhagynia otthonát. Tolna megye szinte valamennyi településére érkeztek felvidékről, Bonyhádra közel 3 ezeren kerültek. A kényszer kitelepítés évfordulóján misét, majd kulturális műsort tartottak a völgységi városban. Ki volt jelölve, kit, hova visznek? Ki vagoníroztunk? 7 vagonban volt a holmink. Hoztuk a vetőgépet, szecskavágót, fogast, egét és az állatokat. Rendhagyó módon zajlott idén a felvidékiek találkozója Bonyhádon. 1948-ban írodott leveleket olvastak fel a felvidékről a völgységi városba betelepített magyarok leszármazottai. De a szervezők egyéb módon is közelebb vitték a történelmi eseményeket a megjelentekhez. Mindezt azért tették, hogy érzékeltessék, milyen fájdalmas volt a szülőföldtől való elszakadás. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere is személyes érintettségét emelte ki beszédében. A városvezető nagyon szerette hallgatni gyermekkorában a felvidéki történeteket. Anyai nagyapám Sziplaki Ernő, aki nagyon népes családban élt Tordoskedden, 13-an voltak testvérek, 45 alján 3 pici gyerek volt már a családban, köztük édesanyám, a nagymamámmal átszöktek a határon. Magukkal vitték azt a néhány hetes kis csecsemőt, a nagybátyámat, és azt az 5 éves fiú gyermeküket, akiket el tudtak akkor vinni, de 3 gyerekkel nem kockáztatták ezt meg, és az édesanyám 16 hónaposan ott maradt a nagymamával Tordoskedden. Egészen 1948. március 28-áig, amikor is a tardoskeddi vasútállomásról időbült az a tehervonat, aminek az egyik vagonjában a Szépnaki család 5 tagja utazott. Akkor még nem tudták, hogy pontosan hova. Ebben a vagonban volt a dédanyomám, aki akkor már sajnos özvegy volt, akkor már 4 éves édesanyám, és 3 gyermeke a dédanyomámnak, Hajadonként Tuliska néni és 2 fia, Misi bácsi és Géza papa, hogy nyilván nekem később őket így szólítottam. Filóné Ferenc Ibolya beszédében kiemelte, egyre kevesebben vannak, akik átélték a kitelepítéseket, ezért fontos megemlékezni. A városvezető úgy véli, éppen ez a bonyhádi éves találkozó jelentősége, amire Udvardról és Tardoskedről is érkeztek felvidéki magyarok. Hol kertjeink feküznek, ez a haza. Minden, amit a szembe lát, itt a föld mely kenyeret áll. E folyó tele halakkal, e szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Az idei megemlékezés és ünnepi műsor azért is volt különleges, mert a felvidékről kitelepítettek ők unokái szavaltak, könnyed csalva a közönség szemébe, majd a felvidéki kórus énekes műsora és a Völgység táncosainak produkciója következett. A tavalyi év során csináltam egy forgatókönyvet felvidéki visszaemlékezésekről. Ezek a személyekből állítottam össze, és a kórusom által ismert dalokkal színesítettem. Ebben lesz most új, ez az új műsor. Az Egyesületünk 22 éve emlékezik erre az eseményre, a 50. évforduló kapcsán kezdtük el, és arra gondoltunk, hogy nekünk is fontos az, hogy a gyökereinket ápoljuk, hogy a kinti családokkal tartsuk a kapcsolatot, illetve azok leszármazottaival. Valamint itt a Bonyhád környéki felvidékieknek, felvidéki leszármazottaknak egy kis lehetőség legyen arra, hogy ezeket a régi eseményeket kibeszélhessék. És most éppen gondoltam a napokban, hogy a szüleim mindig mondták, hogy itthonról megyek haza, mert még volt hova menni, mert ott éltek a rokonok, unokatestvérek, ismerősök, de sajnos már egyre kevesebben vannak, akikkel a kapcsolatot úgymond tarthatnánk, illetve tarthattuk volna, de sajnos megszürkültek ezek a kapcsolatok. A felvidékiek találkozója az emlékmű megkoszorúzásával zárult.
A nagyon előkelő második helyet szerezte meg a KSE Bonyhád csapata az U15-ös röplabda tornán. A röpis lányok nagyon örültek, hogy számos csapatot sikerült maguk mögé utasítaniuk, és azt mondták, a kemény felkészülés ellenére nagyon élvezték a torna küzdelmeit. A röplabda manapság az egyik legnépszerűbb sportnak számít. Magyarországon is rengeteg csapat van, mind a férfi, mind a női mezőnyben, és az utánpótlás csapatok is rengeteg tehetséget termelnek ki. Ezek a fiatalok különböző korosztályos versenyeken mérhetik össze az erejüket. A bonyhádiak csapata a Dr. Kocsis Attiláné U15-ös röplabda versenyen a nagyon előkelő második helyezést érte el, csupán egy vereséget szenvedve a budaörsi Emericus DSE csapattól. A KSE Bonyhád a Kalocsai Sportegyesület röplabda szakosztályának utánpótlás csapata. A csapatedzője azt mondta, büszke arra, hogy a lányok ilyen fiatalon ilyen komoly eredményt értek el. Összesen 74 csapat jelentkezett erre a tornára. Az utánpótlás bizottság első, másod és harmadosztályú csoportokra osztott a 74 csapatot. Mi a másodosztályba jelentkeztünk, annál is azért is, mert ezek a lányok tavaly még a minibe játszottak kispályán 4-4 ellen, így úgy gondoltam, hogy rögtön váltásként nem kellene a mély vízbe beugratni őket a Vasas, a Gödöllő, a Békés Csaba és a nagy egyesületek ellen, így a másodosztályba neveztem őket, és még az is hozzátartozik, hogy ők még ebben az U15-ös korosztályban, ők még a fiatalabbak közé tartoznak. Tehát a másodosztályban 24 csapatot osztottak be, 6 csoportba, 4 tornából állt ez, illetve 7 tornából állt ez, 4 szakaszban, egy alapszakasz, középszakasz, elődöntő és a helyosztók voltak, amik most rendeztek meg a pünkösd szombatkor. Kemény felkészülés állt a csapat mögött, amikor belevágtak a torna küzdelmeibe. Ajkai, szombathelyi és budapesti csapatokat is legyőztek, mielőtt a négyes döntőbe kerültek volna, és ez a csapat edzője szerint egy hatalmas eredmény. Az alapszakaszt ősszel rendezték, minden torna, minden szakasz 2 tornából állt. Miskolcon jártunk, Egerbe, és az alapszakaszt győztesen csoport elsőként fejeztük be. Utána jöttek a középszakasz, ahova alapszakasz győztesek jutottak be. Ez mi esetünkben 2 szombathelyi csapat volt. Szombathelyen volt egy forduló, illetve Kalocsán volt egy forduló, és ezt a szakaszt is elsőként zártuk, megvertük a 2 szombathelyi sportiskolát, illetve a Szóese csapatát. Következett az elődöntő, itt Budapesten jártunk, illetve Kalocsán, kecskeméti és budapesti csapatokkal kerültünk szembe. Ezek is mind veretlenek voltak, mint mi, és ebből a szakaszból is győztesként jutottunk tovább, ami a országos négyes döntőt jelentette, ahová amit Ajkán rendeztek meg, a ajkaiak rendezésében. Ott volt a legjobb 4-be jutott ugye a KSE Bonyhád csapata, az ajkai csapat, mint házigazda, a Emericus DSE, ők budaörsiek, és a Szóese, a Szombathelyi Sportegyesület csapata. Itt egy csapattól kaptunk ki, aki megnyerte a tornát, az Emericus DSE-től, és a másik két csapatot 3-0-ra, szoros mérkőzések voltak, de magabiztosan 3-0-ra nyertük meg ezt a, illetve nem nyertük meg, hanem az Emericus mögött másodikok lettünk ebbe a másodosztályú országos döntőben. A csapat tagjai bánják, hogy nem sikerült végül megnyerni a tornát, de sokat tanultak az ellenfelektől, és remélik, hogy ezt a későbbiekben is tudják majd alkalmazni. Mérlekként azt el tudnám mondani, hogy összesen ebben a fordulóban 17 mérkőzésünk volt, és ebből 14 mérkőzést megnyertünk, mindösszesen 3 mérkőzést veszítettünk el, és így jutottunk odáig, hogy ebben a másodosztályban a előkelő és nagyon szép második helyet szereztük meg. Sokat edzettünk, heti 3-szor van edzésünk, ami jó szerintem, mert sokat fejlődünk, és ez a meccs is azért volt jó, mert
olyan erősségű csapatok voltak, mint mi, és nagyon jó, hogy legalább elértük ezt a második helyet, mert már nagyon sokat készültünk erre a meccsre, meg hogy több forduló is volt ugye az elején, és hát én örülök, hogy másodikat láttunk. Persze szebb lett volna az első hely is, de második is nagyon szép. Én második óta röplabdázok, 5 éve, és nagyon szeretek járni, mert jó a közösségünk is, meg az edző is kedves. A bonyhádi röplabdások jövőre ugyanekkora lendülettel vágnak bele az utánpótlás csapatok küzdelmeibe. Az edző azt mondta, hogy elégedett a játékosainak fejlődésével, és jövőre szeretnék elhódítani ugyanennek a versenynek az első helyezését. Az egészséges életmódra nevelés vezette a Petőfi Általános Iskola vezetőségét akkor, amikor olyan programot szerveztek az iskola év végén, amely a mozgás fontosságáról szólt. A kicsik az iskolában, a nagyobbak a városi strandfürdőben töltötték a napjukat. Bár még a naptár szerint iskolai idő volt, az időjárás már jelezte, számára elérkezett az igazi nyár. A Petőfi Általános Iskolában is úgy gondolták, elég volt az évszámokból, a vegyelekből és a képletekből, jöjjön egy kis vakáció előzetes, és megszállta az iskola a bonyhádi fürdőt. Igaz, hivatalos megnyitó még nem történt meg, de strandolni ettől még lehet. S ha már mindenki egybegyűlt, jó alkalom kerekedett arra is, hogy bemutatkozhasson a város új diák zenekara. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one come, and another one come, and another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Önbizalomban nem volt hiány, és időnként még a hangok is rendben voltak. Körülbelül 3 hónapja vagyunk együtt és zenélünk együtt, illetve a Horkának a biosztanára felkért minket, hogy lépjünk fel ezen a kis rendezvényen, amikor is zöld nap van az egyes iskolásoknak, és hát reméljük élvezni fogják. Mindent megpróbálunk beletenni. Míg a fiúk a húrokat gyúrták, a medencében pesgett az élet. Ez nagyon jó szerintem. Mit volt? Hát, hogy együtt vagyunk a barátokkal, meg igazából a móka, a csúszdázás, a fürdés, végre megjött a nyár. És ha megjött a nyár, hagyni kell a gyerekeket játszani, gondolta az iskola vezetése. Tradicionálisan ilyenkor egészség napot tartunk a Petőfi Sándor Általános Iskolában, és nyilván ilyenkor már az egészségre koncentrálunk az egészségnap keretében. Az alsósoknál előadások vannak, meg sport az iskolában. És idén úgy gondoltuk, hogy a felsősökkel levonulunk ide a strandra. Ugye Bonyhádnak van most ez a gyönyörű strandra, szeretnénk, hogy minél több gyerek megismerje, és sportoljanak, és mozogjanak minél többet is, ismerjék meg, és akkor nyáron talán a családokkal is le tudnak jönni. Mindenképpen sok ilyen programunk van, évelején nyitottunk egy futóprogrammal, futás az alapítványunkért, és évközben is sok ilyen programunk van, ami ide kapcsolódik. De itt is most nem csak a úszásra koncentrálunk, hanem van lehetőség strandröplabdára, fociznak a gyerekek. Nagy lehetőség az önkormányzat részéről még, hogy a kitűnő diákok nem csak a mi iskolánkban, hanem Bonyhád szerte bérletet kapnak a nyári szünetre, és hát a mi iskolánk tekintetében 104 gyereket érint, akik ingyen járhatnak majd strandolni a nyáron. A sport fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, és most már az sem lehet kifogás, hogy sokat kell tanulni. A Petőfiben a következő tanévben is arra törekszenek, hogy az egészséges életmód fontosságát beoltsák a gyerekekbe. És ezt nem lehet elég korán kezdeni, és elégszer elmondani sem. Idén is megrendezésre kerül a Mozdulj Bonyhád akció, ám ettől az évtől a szervezésben szerepet vállal a Bonyhádi Sportcentrum is. Az elmúlt évekhez képest bőségesebb programokkal várják az érdeklődőket, amire bárki jelentkezhet, kortól függetlenül. A Bonyhádi Önkormányzat évekkel ezelőtt létrehozta a Mozdulj Bonyhád című sportprogramot, melynek célja, hogy a nyári időszakban olyan programokat kínáljanak a gyerekeknek, amivel kimozdítják őket a szobában való üldögéléstől. És ha már a gyerekek nekiindulnak, talán a felnőttek is kedvet kapnak a mozgásra. Az elmúlt évek sikerein felbozdulva a Bonyhádi Sportcentrum idénre is színes programot állított össze. A Mozdulj Bonyhád kezdetben a Dobogó Egyesület ötlete alapján indult, akik máig megmaradtak a lebonyolítók között, meddig lépett be szervezőnek a sportcentrum. A programsorozat 9 állomásból áll,
Egy könyvfesztivál futással kezdődik, ami jövő hétvégén lesz, ugye a Bölcsőgi Könyvfesztivál jövő hétvégén kerül megrendezésre, és a vasárnapi napon a fesztivál futás lesz az a sportos program, amikor várjuk a bonyhádiakat és a környékieket egy jó kis mozgásra, az lesz az első programunk, de lesz két darab focitornánk is, lesz két egyhetes sporttáborunk is, ami még ezt felüleli, de ugyanúgy a vizes sportok szerelmeseinek is próbálunk kedvezni, elmenjünk egyszer a Vén-Dunára kajakozni a résztvevőkkel, lesz túra, illetve Bonyhádi Barangoló címén a Tarka Fesztiválon lesz egy ilyen ismeretterjesztő Bonyhádot ismertető kis keresgélős verseny, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek. Minden bonyhádi iskolást és óvodást kiértesítenek a programokról, és jelentkezni a Bozdúj Bonyhád közösségi oldalán lehet majd. Arra kibíztatnánk a gyerekeket, illetve a szülőket is, hogy bízzák ránk a gyerekeiket. Nagyon jól fognak szórakozni, és garantált az, hogy este fáradtan érkeznek haza, és akkor nem nincs idejük mással foglalkozni, csak a pihenéssel. Jó részt ingyenesek a rendezvények, és tényleg várjuk szeretettel a gyerekeket, illetve a szüleiket is. A szervezők azt kérik, akit a kenuzás érdekel, idejében jelentkezzen. A többi programon elég a részvételhez a megjelenés. Foci minden mennyiségben. A Bonyhád VLC által szervezett első városi családi foci napon nem csak a hagyományos kispályás, nyújtott pályás foci szerepelt a kínálati palettán, hanem a sporták több olyan népszerű válfaja is, mint a láptenisz, a célbarúgás, a szlalomozás, no és a mostanság világszerte hódító útjára elindult tekból is. A foci és annak meg annyi változata szerepelt az első bonyhádi labdarúgó családi napmenő kártyáján. Az ősi láptengó mellett lehetett szlalomozni az akadályok között, mintha csak egy edzésen lennénk. Ki lehetett próbálni a térhódító útjára mostanság elindult Tegvált, aminek ugyebár a brazil Ronaldinho a marketing arca világszerte. Ki lehetett próbálni kisebb-nagyobb távokról a méltán népszerű célbarúgást. Íme egy-két sikertelen, de mégis biztató kísérlet. Délelőtt volt apa-fia futballmérkőzés, célbarúgó verseny a két kapu mögött, és természetesen ez a családokkal együtt, az a szülőkkel együtt egy közös program volt. A hagyományos futballban jó évet zárt a bonyhádi VLC. A felnőttek megnyerték az utóbbi évtized legnívósabb megyebajnokságát, mégpedig saját példából építkezve. A 20-as keret döntő többségében saját nevelésű játékosok találhatóak, amire okkal lehetnek büszkék a klubnál, amire más hasonló nagyságrendű egyesületnél ritka példa. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi iskolákkal, pedagógusok, az edzőink is, illetve vannak közötti pedagógusnevelés pedagógusok is, úgyhogy szerintem biztosító van az utánpótlás. És jelenleg minden korosztályban azt mondhatom, az U7-ben van egy kisebb, most idén egy kisebb létszámmal dolgoztunk, de mindenhol ilyen 25-30 fő között, minden korosztályban 25-30 fő között rendelkezésre. Arra azért pár évet kell várni, hogy újból a felnőtt csapat kapuján kopogtasson annyi gyerek, mint az elmúlt években? Azt gondolom nem. Tehát ha megnézzük az idei évet, egy Sásdi Bence, aki az U19-ből jött, már ott van, és nem hogy kopogtat a felnőtt csapat ajtaján, hanem most már többször kezdőjátékos is volt, és az edzéseken is most már egyre többen vesznek részt az Kaufmann Bencét megnézzük, ő U17-ben játszik, és már a felnőttben is, és elég nagy szerepe volt ahhoz, hogy idén bajnokcsapat lett a Bonyhád. Fontos gólt rúgott például nekünk Tolnán, úgyhogy én azt mondom, nyugodt vagyok az utánpótlással kapcsolatban, mert vannak tehetségeink, akiket a vezetőedző be tud építeni a csapatban. Erre a legjobb példa Sásdi Bence, az ifi csapat oszlopos tagjaként helyet követelt már magának a felnőttben is. A védekező típusú középpályás egyfajta kényszerűségből a csatársorban is szerepelt a tavaszi idényben. Sajnos ugye pár támadó játékosunkat elvesztettük télen, munka, egy családokok miatt. Így kellett megoldjam támadóként, ugye védekező középpályás az eredeti posztom, de úgy érzem, ezt is meg tudtam oldani, és próbáltam a 100%-ot nyújtani végig. Védekező középpályásként volt-e úgymond nagy hal, akit levettél a pályáról, mert az volt a taktikai feladatod? Soha nem mentünk úgy meccsre, hogy valakit leszedjünk, tehát nem volt olyan külön ráálltunk emberre. Próbáltuk megszűrni a támadásokat az ellenfélnél, a védőknek a munkáját könnyíteni. Ennyi volt az egész, nem volt külön ember. Mik a gyengéd, amit javíthatunk? Hát a hozzáállásom szerintem nincsen probléma, itt vagyok minden edzésen.
fizikailag kéne még nőjek mindenképpen a fentmezőnybe, abban még gyengének érzem magam. Technikailag szerintem rendben vagyok, azzal nincsen probléma, fizikailag kell még fejlődjek mindenképpen. Ez azt jelenti, hogy konditerembe menni, izmot felszedni, és a leütközésekbe, a védekezésbe, a testes elleni küzdelembe kamatoztatni ezt? Persze, igen, hát védekező közepén ugye muszáj ütközni, tehát az fő elvárás, és abban érzem azt, abban én fejlődnöm kell. Oda megyek így is, de még kell fizikailag fejlődni. Technikai téren legfőképpen a passzjátékban való fejlődést az is szolgálja, hogy a bonyhádi játékosok közül most is nagyon sokan a téli holtigényben és a nyári hónapokban futzáloznak, kispályáznak, vagy éppen strandfociznak, aminek most kezdődik majd a szezonja. Szóba hoztuk a minapi klubvezetői bejelentést a fiatal játékosnak. A Bonyhád ugyanis megyebajnokként nem indult az NB3-as osztályzón, így lemondott a harmadik vonalbeli szerepelésről. Örültem volna neki, hogyha NB3-on fölmegyünk, ez ott a célunk évelején, ezt beszéltük meg. Sajnos ez nem így alakult. Jövőre harcolni fogunk mindenképpen, bajnokságot megnyerjük és föl szeretném menni mindenképpen. A családi napon ismertették egyes korosztályos csapatok titkos házon belüli döntését, amikor is maguk a játékosok voksoltak a csapat legjobbjára, amire itt a családi napon terült fény. A játékosok egymás közt egy szavazást hajtottak végre, kiválasztották saját maguk közül a csapat legjobbját, és természetesen őket is díjaztuk, illetve volt egy kisebb tombola sorsolás is, ezzel tartottuk fenn a figyelmüket. A hagyományteremtő céllal létrejött első Bonyhád VLC családi focinap zárásához, a közös produkcióhoz már nem volt szükség sem labdákra, sem kapura, semmilyen egyéb kellékre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!